TAJ alapú nyilvántartási rendszer egységes szakmai használatáról is hallhattunk információkat a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ április 25-i programján. A havonta megtartott workshop áprilisban városunkban kapott helyet, ahol a megye gyermekjóléti központjainak szakemberei gyűltek össze szakmai tanácsadásra, melynek fő témájaként a központi nyilvántartási rendszer aktualitásairól beszéltek a jelenlévők. A lakosság számára nem nagyon látható ez a tevékenység, ez kifejezetten adminisztratív tevékenység, viszont ezekből a rögzített adatokból látják a központi rendszeren keresztül, hogy milyen szintű egy-egy régióban az szociális és gyermekvédelmi szakemberek leterheltsége. Itt gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy elektronikus forgalmi napló, amiben rögzítjük a mindennapi tevékenységünket. A központi nyilvántartási rendszerrel kapcsolatban Töpler Edina e-képviselő tartott beszámolót, amely során például az adatrögzítés egységesítésének fontosságát hangsúlyozta. A workshopot Lasztócinész Szomorú Mónika megyei módszertani szakember vezette. A rendezvényen Szarka Melinda, a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője mondott köszöntőt, Barci Orsolya, a helyi család és gyermekjóléti központ vezetője pedig az intézmény működését mutatta be.